Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Újra nyit a Tamási termálfürdő, hamarosan újra élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatását a vendégek. Karantén kötelezettség az iskolákban, aki nincs beoltva, hosszú időt tölthet otthon. Idős férfira támadtak, több 100 000 forintot vettek el az áldozattól. Gyalog menekült az embercsempész, 30 napra letartóztatta a bíró a grúz férfit. Ugyancsak részlegesen, de hamarosan újra nyit a Tamási termálfürdő, jelentette be a város honlapján a fürdő üzemeltetője. Porga Ferenc polgármester elmondta, hogy a tavaly novemberben kigyulladt épület tetőszerkezetének teljes javítása a régi fürdő helyreállításával egy időben zajlik majd. Az üzemeltető és a város önkormányzata ezidáig azon dolgozott, hogy mielőbb újra nyithassanak. Ez most január végével meg is történik. A Tamási termálfürdőben még 2021. november 1-én a késő délutáni órákban csaptak fel a lángok a nyitvatartási idő alatt. A tűz, amelyet az ott dolgozók eloltottak, egy emeleti medence lambériás részénél keletkezett, de miután a füst ezután sem szűnt meg, így a kiérkezett tűzoltó egységek megkezdték a tetőhéjazat bontását. Mintegy 500 négyzetméter felületű tetőburkolat és szigetelés égett. Az oltásban 6 gépjármű fecskendővel csaknem 40 tűzoltó vett részt. A káresemény megtörténte óta az üzemeltető és Tamási város önkormányzata azon dolgozott, hogy a Tamási termálfürdő minél előbb újra fogadhassa a pihenni és feltöltődni vágyó vendégeit. Az üzemeltető a város honlapján jelentette be, hogy 2022. január végétől részlegesen bár, de újra megnyitják a kapukat. A hatóság jelen esetben a katasztrófavédelemnek a hivatalos vizsgálata lezárult. Ahogy az sejthető volt, a tüzet elektromos hiba okozta, de emberi mulasztást, illetve az üzemeltető felelősségét nem állapította meg a vizsgálat. A Tamási termálfürdő sérült tetőszerkezetének részleges helyreállítása megkezdődött, a strandolni vágyók pedig hamarosan újra élvezhetik a gyógyvíz jótékony erejét. Január 29-én részlegesen ugyan, de újra nyit a Tamási fürdő. A részleges nyitás pedig azt jelenti, hogy a szaunavilág teljes egészében és két külső termálmedence, nyilván a öltöző és kiszolgáló épületekkel együtt meg tudja nyitni a kapuit. A leégett tetőszerkezet teljes helyreállítási munkálatai a régi fürdő újjáépítésével egy időben zajlanak majd. 8921 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.327.014 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.237 főre emelkedett. 2611 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.304.000-en kaptak. Tolna megyében 163 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 27.886-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Egy pozitív teszt esetén az osztály minden oltatlan diáka karanténba kényszerül. A bátaszéki II. Géza gimnáziumban például 4 pozitív teszt miatt már közel 50 diák kényszerült online oktatásba. Bár a kötelező karantén már csak 5 nap, előfordulhat, hogy ezt a tendenciát követve hosszan otthon kell maradnia majd egy-egy tanulónak. A kormány minap döntött arról, hogy a karantén kötelezettségre 10-ből 7 napra rövidíti, de már az 5. nap után tünetek hiány és negatív teszttel lehet szabadulni a bezártságból, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján. Az iskolák esetében más a szabály. Ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karantén kötelezettség időtartama az 5 napra csökken, de csak azoknál áll fenn ez a kötelezettség, akik oltatlanok. Bátaszéken a II. Géza gimnáziumban 50 olyan diák van, akik jelenleg nem vehetnek részt a jelenléti oktatásban. Nálunk ez 5 osztályt érint. Igaz, hogy csak 5 gyerek kapta el a koronavírus, de ezáltal 5 osztályban az oltatlanok karanténba kerültek. Az előírás szerint a lemaradások pótlása a diákok feladata.
Az iskola abban segít, mondja Sümegi József igazgató, hogy az órákat a világhálón keresztül követhetik az otthonmaradásra kényszerült tanulók. A nehézség a helyzetben az, hogyha újra találnak egy koronavírus gyanús tanulót, ismét karantén kötelezettsége lesz az összes beoltatlan gyereknek, így az is előfordulhat, hogy jelentős időt kell úgy eltölteni, hogy ismét csak online oktatásban tudnak részt venni. Ennek hatékonysága pedig jelentősen elmarad attól, mintha naponta részt vennének az órákon. Mindez, mondja Sümegi József, már megmutatkozott az idei érettségik eredményében is. Újabb vissza nem térítendő támogatást nyújt a kormány a vállalkozásoknak, de most azoknak, akik az 5000 lakosnál kisebb településeken működtetik cégüket. 30 milliárd forintos keretösszeggel indítják el a Magyar Falu Vállalkozás újraindítási programot. A pályázaton 2 és 10 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el a 10 fő alatti vállalkozások. Új eszközök és gépek vásárlására, ingatlan beruházásra, technológiai fejlesztésre. A keretösszegből akár 3000 magyar mikrovállalkozás indíthat fejlesztéseket. Ezek a beruházások nem csak a helyi, hanem a teljes magyar gazdaság fejlődéséhez hozzájárulnak. Erős vidék, erős Magyarország, továbbra is ez a cél. Idős férfira támadt két fiatal Tengelicen. Az áldozat egy baltával próbálta távol tartani az erőszakos férfiakat, ám nem sikerült neki. Végül 210 000 forintot vettek el tőle, emiatt hamarosan hosszú évekre börtönbe mehetnek. Egy ehhez hasonló baltával próbálta elijeszteni az udvarára jogtalanul belépő két férfit az idős tengelici áldozat. A korábban már többször is büntetett elkövetőket, viszont nem rémítette meg az éles eszköz. Rátámadtak az áldozatukra, dulakodni kezdtek, majd egyikőjük kicsavarta a kezéből a baltát. A másik támadó ekezben a férfi nadrágjának farzsebébe nyúlt, ahonnan 210 000 forintot vett ki. A sértett végül hanyatt esett, a támadók pedig egyszerűen elsétáltak a helyszínről. A két rablót könnyen elfogták a rendőrök, a bíróságon most döntöttek arról, hogy letartóztatják őket. Azért rendelte el a bíróság a letartóztatást, mivel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén megpróbálnak a bizonyítási eljárást veszélyeztetni, azáltal, hogy összebeszélnének, vagy amíg ki nem hallgatott tanukat megpróbálnák befolyásolni. A bíró szerint az is félő lett volna, ha szabadlábon hagyja az erőszakos rablókat, hogy megpróbálták volna megfélemlíteni az áldozatukat a vallomáson megváltoztatása érdekében, vagy újra rátámadhattak volna. Mindkettőjük vonatkozásában fennáll a bűnismétlés veszélye is, mivel a sértettel fennálló viszonyukra tekintettel alappal lehet tartani attól, hogy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el. A két férfi akár 12 év börtönbüntetést is kaphat fejenként, ha a bíró végül bűnösnek mondja ki őket. Tavaly decemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbiaknál, az év egészében pedig átlagosan 5,1%-kal nőttek az előző évhez képest, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők 7,1%-os decemberi inflációra számítottak, az elmúlt egy évben a jármű üzemanyagok, illetve dohányáruk ára nőtt a legnagyobb mértékben, 25,9, illetve 12,7%-kal. Az élelmiszerek ára átlagosan 8%-kal emelkedett egy év alatt, ezen belül az étolajé 26,8%-kal, a liszté 23,7%, a margarin 22,8%, a kenyéré pedig 15,2%-kal. A szolgáltatások díja 5%-kal emelkedett, ezen belül a lakásjavítás és karbantartás 14,5%, a járműjavítás és karbantartás 9,6%-kal került többe Magyarországon. 30 napra letartóztatta a rendőrség azt a grúz embercsempészt, akit néhány napja Szekszárd belvárosában autós üldözés után fogtak el a rendőrök. A bűnöző végül gyalog próbált menekülni, ám a rendőrök hamar elkapták. Aki itt az embercsempészt, illetve a migránsokkal kapcsolatban intézkedett, köszönöm az együttműködést, illetve a részvételt. CB Rádión köszönték meg az elfogásban résztvevő rendőrök munkáját a kollégáik, miközben egyikőjük megmotozta a busz megállóban az illegális migránsokat. Az embercsempészt az M9-es úton akarták igazoltatni, ám nem állt meg a rendőri felszólításra, ekkor kezdték üldözni. Végül Szekszárdra menekült a kocsijával, a Tolnai megyeszékhely belvárosában több rendőrautó is üldözőbe vette.
A bűnöző aztán az elkerülő út mellett egyszer csak lefékezett és a bérházak közé szaladt. A kocsiban csak az 5 migráns maradt. Ezek már a pénteki felvételek. A rendőrök bilincsben és vezetőszáron kísérték a bíróság épületébe a grúz bűnözőt. A bíró arról döntött, hogy elrendelje a 30 napos letartóztatását. Végül úgy döntött, ez indokolt, ugyanis szabadlábon hagyása esetén, véleménye szerint, az embercsempész megszökhetne. Az ügye első tárgyalására várhatóan néhány napon belül kerül sor. További 5 évre megújította, ezzel megerősítette korábbi együttműködését a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, vagyis a MAGOSZ, valamint a teljes agrár, élelmiszer és erdőgazdaságot lefedő 17 szakmaközi szervezet. A megállapodást pénteken írták alá sajtótájékoztató keretében. Györfi Balázs, a MAGOSZ alelnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke hangsúlyozta, a szervezet 2013-ban a vele szövetséges 11 egyesüléssel közösen fontos szerepet vállalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulásában, majd a 2017 évi kamarai választások előtt pedig további 6 szervezet csatlakozott az együttműködéshez. Nemzetközi elismerést kapott a Szekszárdi Szent József Katolikus Iskola egyik 8. osztályos diákja. 80 ország közel 15 ezer pályázójából Kriszt Nóra rajza hozta el az első helyezést a Nemzetközi Környezetvédelmi Rajzversenyen. A 21. alkalommal megszervezett verseny egyik célja, hogy megnyissák a nemzetek közötti határokat. Felnőttként milyen természetes környezetben szeretnél élni? Gondolj egy olyan földre, ahol minden élőlény együtt él, és rajzold le az elképzelésedet. Ezzel a felhívással hirdette meg 2021-ben szokásos nemzetközi környezetvédelmi rajzversenyét egy japán cég, a Föld 2030-ban címmel. Kriszt Nóra, a Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója, indult és nyert is. A 14 éves lány nagyon meglepődött, mikor megtudta, hogy első helyezést ért el a versenyen. Nem gondoltam volna, mert igazából a rajzomba a szarvast én úgy vélem, hogy az lehetett volna jobb is. A nyertes alkotással körülbelül 18-20 órát dolgozott a kisdiák. A pályázatra közel 15 ezeren jelentkeztek a világ szinte minden tájáról, összesen 80 országból. A felkészítő tanára Jakab Géza azt mondja, mindig figyeli az ilyen lehetőségeket, hiszen fontos, hogy a gyerekek ne csak a közvetlen környezetükből kapjanak visszaigazolást. Régóta pályázunk Magyarország és nemzetközi rajzpályatokra is, tehát én folyamatosan figyelemmel kísérem azt, hogy milyen nemzetközi rajzpályatokat írnak ki. Sok mindenről lemaradunk, mert nagyon rövid a határidő, és akkor már nem fogunk bele. De ez pont egy olyan jellegű pályázat volt, ez a japán rajzpályázat, ami eléggé el is húzódott a Covid miatt, így tényleg volt idő rá tisztességesen felkészülni. A rajzokat postán kellett elküldeni Tokióba, ahol aztán egy kiállítást készítettek a díjazott alkotásokból. Mindemellett Nóra rajza bekerült a katalógusba, és a 2022-es év naptárának egyik hónapját is az ő munkája díszíti. Önnek hihetetlen türelme, kitartása van egy-egy munka elkészítéséhez, és újra képes nekiállni, és rengeteg időt eltölteni egy-egy rajzzal, és ez visszaköszön természetesen. Kevés ma már az ilyen gyerek, aki ennyire el tud mélyülni ebben a tevékenységben. Magyarországról évről évre egyre több pályázat érkezett be a japán versenyirodához. Idén 479 darab rajzal a negyedik legtöbb pályázatot benyújtó ország lettünk. A régió híreivel megyünk tovább. Falubusz játszótér kormányzati forrásból 66 millióból fejleszthet a Baranyai Gyód. 110 négyzetméterrel bővült az intézmény, tornaszobát építettek a Görcsönyi óvodában. Iszik vagy vezet, a pécsi férfi nem tudott választani, börtönbe mehet. Mintegy 20 millió forintos fejlesztési csomagot adtak át a Baranyai Gyódon csütörtökön. Kis buszt vehetett át az önkormányzat, hogy szállítani tudja a település lakóit, illetve a főutcai játszóteret felújították, hogy biztonságos körülmények között játszhassanak a faluban élő gyerekek. További beruházásokat is terveznek, amik kényelmesebbé teszik majd a gyódiak mindennapjait. A Magyar Falu programot és más pályázati lehetőségeket biztosít a kormány a vidék fejlesztéséhez, ezzel élt a baranyai kistelepülés is, emelte ki az átadón a megyei önkormányzat vezetője. Meghaladta a 200 millió forintot, és természetesen ez a támogatásoknak is köszönhető.
Gyót tavalyi költségvetéséről mondta ezt a település polgármestere. Csütörtök délelőtt két újabb beruházást adtak át a Baranyai faluban, amiket szintén pályázati támogatásból valósítottak meg. Gyód a kormány által 2019-ben elindított Magyar Falu program nyertesei közé tartozik, hiszen számos pályázaton szerepelt Gyód sikeresen. Összesen közel 66 millió forint érkezett Gyódra különböző fejlesztési jogcímeken. Most ezt a kis buszt vették 15 millió forintért, és ezt a játszóteret újították fel a falu főutcáján 5 millió forintból, amit a gyerekek már birtokba is vettek. Azonban vannak további fejlesztési tervei Gyódnak. Erről egyeztettek a megyei biztossal is. Ami ennek a falunak az egyik előnye, az egyben hátránya is, hogy festői elhelyezése van, de ugyanakkor az esővíz az komoly gondot okoz több helyen a falu szerte, ezért a jövőben fontos lesz egy olyan vízelvezetési projektet is lebonyolítani, amihez biztosan kell a kormányzat segítsége, illetve egy nagyon komoly útfejlesztésre is szükség lesz. Korábban a helyi óvoda fűtését is kormányzati támogatásból fizették, valamint az orvosi rendelő szintén meg tudott újulni a Magyar Falu program keretében. Gyódon egyébként 700-an élnek. A Magyar Falu program keretében valósult meg a Görcsönyi óvoda bővítése. Az intézménye ugyanis 20 millió forintos támogatásnak köszönhetően új tornaszobával gazdagodott. A 110 négyzetméteres épületrészt már birtokokba is vehetik a kicsik. Az alkalomhoz illő műsorral készültek a görcsönyi óvodások. Átadták ugyanis az intézmény új tornaszobáját. Az alapkövet még 2021 tavaszán tették le, mostanra pedig elkészült az épület. Az óvoda és mellette a mini bölcsöde 100%-os kihasználtsággal működik, hiszen az óvodába 3 csoportba 80 gyermek, míg a mini bölcsödébe 7 gyermek jár nap mint nap. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy egy fontos beruházás zajlott le a településen. Magyar Falu program keretén belül épülhetett meg ez a tornaszoba, és azért volt nagy jelentősége, hogy az itteni óvodok pedagógusok a szakmai programjukat végre tudják hajtani, és másodszorban pedig azért volt jelentősége, hogy ezzel az intézményfejlesztéssel meg tudjuk erősíteni a Görcsönyi iskolát, hiszen az utánpótlás az innen az óvodából lesz majd elsősorban az iskola vonatkozásában. Ebből a szempontból nagyon fontos volt ez a fejlesztés. A 20 millió forintos kormányzati támogatást még plusz 18 millió forinttal egészítette ki az önkormányzat, így 110 négyzetméterre bővült az intézmény. Sportpadlót fektettek le a szakemberek, de új boltásfalat és sportszereket is beszereztek a pályázat keretein belül. Az óvodavezető elmondta, hogy emellett egy fontos értéket is átadtak a kicsiknek a munkálatok ideje alatt. Megtanulták a munka szeretetét. Ugyanis ez alatt a fél év alatt, amíg ez az óvodai tornaszoba épült, ezek a gyerekek látták, hogy a semmiből hogy teremtődött meg egy épület. Nyomon követték, hogy hogy bontották el a kerítést, hogy ásták ki az alapot, hogy dolgoztak itt a munkagépek. Az új tornaszobát és használóit is megáldotta Barics Gábriel plébános, a gyerekek pedig kihasználhatják az új létesítmény nyújtotta lehetőségeket. Iszik vagy vezet? Ez nem volt kérdés annál a férfinál, aki hamarosan bíróság elé állhat. Ugyanis rendszeresen ittasan ült volán mögé, amiért véglegesen eltiltották a gépjárművezetéstől. Ez azonban nem tartotta vissza, így valószínűleg most a börtönben gondolkozhat el azon, hogy megérte ittasan autózni Pécsen. Többször is semmibe vette az autóvezetés feltételeire vonatkozó szabályokat az a férfi, aki most börtönbe is kerülhet ezért. A vádirat szerint az elkövető többször volt büntetve ittas járművezetés miatt. Őt a bíróság 2017-ben és 2019-ben végleges hatállyal eltiltotta a járművezetéstől. Ezzel azonban nem foglalkozott, mikor 2021. novemberében vett magának egy gépkocsit. Azt vezette is Pécset, de pécsi rendőrök megállították és ellene feljelentést tettek. Egy hét múlva azonban ismét vezette a gépkocsit a férfi, ez alkalommal már szállított egy utast is, és a járművezetést megelőzően alkoholt is fogyasztott. Őt Pécset ismét megállították, légalkoholvizsgálatot végeztek nála, ami kimutatta ittas állapotát. A járművezetéstől eltiltás hatálya alatti vezetés büntetének a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.
Az ügyészség egyébként előélete miatt letöltendő börtönbüntetés kiszabását kéri a középkorú férfival szemben. A pécsi járási ügyészség elkészítette a vádiratot az ügyben, így a vádlott hamarosan bíróság elé állhat. Új határok a sporttudományban és a gyakorlatban címmel kétnapos konferenciát szervezett a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ Pécsett a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. A csütörtöki és pénteki előadások és kerekasztal beszélgetések során olimpiai és világbajnok szakembert, valamint Euróliga győztes edzőket és játékost hallgathatnak a résztvevők. A sporttudományi kutatások bizonyítottan pozitívan befolyásolják a sport teljesítményt. A szakemberek viszont egyetértenek abban, hogy ezek gyakorlati alkalmazása még mindig minimális. A csütörtökön kezdődött első nemzetközi kosárlabda konferencia célja, hogy megtalálja azt a hidat, mely a két területet optimális egyensúlyba hozza. Az új határok a sporttudományban és a gyakorlatban elnevezésű rendezvény mentora, a női Euróliga győztes mesteredző Rád Géber László. Mi itt ütköztetjük a sporttudományt a gyakorlattal, és valójában a magyar sport ez egy stratégia ágazata, és oda kell figyelnünk. Tehát valójában egy fantasztikus infrastruktúrális fejlesztések történtek, fantasztikus eszközpark, és ezt kell megértetni, hogy ez nem a kényelem, hanem ez a kemény munkának a helye, a telephelye. És azt gondolom, hogy erről kell, hogy szóljon, hogy most már csak emberi tényezőn múlik az, hogy mennyire lesz sikeres a magyar sport. A konferenciát Michael Schwartz, a FIBA Europe edzőképzésért felelős vezetője nyitotta meg. Beszédet mondott Szalai Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Sáfár Sándor, az EMI miniszteri biztosa, Sterbenc Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora, valamint Misete Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora is. Nagyon nagy erőket mozgatunk meg azért, hogy a magyar kosárlabda azon belül különösen az edzőképzés az nemzetközi szintre emelkedjen. És azt hiszem, hogy egy egyedülálló lehetőség az, hogy az egyetemek, a Módszertani Központ, a Rád Géber Akadémia, a Magyar Szövetség, illetve a FIBA Európa közösen szervez egy ilyen nemzetközi edzőképzést. Azok az előadók, akik most itt prezentálnak, azok már bizonyítottak, és azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon komoly inspiráció azokat a gondolatokat először megismerni, és utána pedig tesztelni a saját gyakorlatukba. Az előadók, akik korábbi és jelenlegi edzők és játékosok, összesen 10 Euróliga győzelmet, 6 BEC, illetve Bajnokok Ligája elsőség, egy kek aranyat, továbbá 2-2 világbajnoki, olimpiai és Európa-bajnoki aranyérmet tudhatnak magukénak. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Újra nyit a Tamási termálfürdő. Hamarosan újra élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatását a vendégek. Karantén kötelezettség az iskolákban, aki nincs beoltva, hosszú időt tölthet otthon. Idős férfira támadtak, több 100 000 forintot vettek el az áldozattól. Gyalog menekült az embercsempész, 30 napra letartóztatta a bíró a grúz férfit. Szombat reggel enyhe, jellemzően derült vagy gyengén felhős idővel indul a nap. Napközben is marad az ország nagyobb részén a napsütés, mérséklődik, de még kissé élénk marad az északi szél. Éjszaka már országszerte szélcsendes, alapvetően csillagfényes időre van kilátás. Vasárnap gyenge délies légmozgás mellett napos idő várható, említést érdemlő csapadék nem valószínű, hétfőn hidegfront érkezik, viharos északnyugati széllel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!